háromféle műszaki képzés érhető el. Hát a hagyományos, a mechatronikai mérnökképzés, amely nappali és levelező tagozaton is megy, aztán a gépészmérnökképzés, amit pár éve indítottunk, illetve a tesztmérnökképzésünk, ami egy évvel ezelőtt indult. Ez talán annyit megjegyeznék, hogy nem a hagyományos módon megy, hanem egy ilyen projekt alapú képzés. A gépészmérnökképzésre 20 fő jelentkezett első helyen és felvételt nyert, a mechatronikai mérnökre 22 fő nappalira, 8 fő levelezőre, tehát 30 fő, és a tesztmérnök képzése pedig 10 fő jelentkezett. Mennyi ideig tart az alapképzés? Hát az alapképzés az 3,5 év a BSC szakokon, illetve a tesztmérnök képzés az egy kicsit kivétel, az 3 éves képzést jelent. Kinek lehet ajánlani, hogy jelentkezzen valamelyik műszaki képzésre? Középiskolai diákoknak, végzett hallgatóknak, akik némi affinitást mutatnak a természettudományok és a műszaki tudományok iránt. Akik szeretnek elektronikai áramköröket összerakni, otthon is bütykölnek már, szakkörökbe dolgoztak, bejárnak a különböző egyetemi népszerűsítő előadásokra, aki műszaki vénával rendelkezik. De nem kell itt azért arra gondolni, hogy még nem csináltam semmit, akkor ez nekem nem felel meg. Tehát egyszerűen, ha ezután érdeklődik, akkor vegye fel a kapcsolatot az intézettel, az egyetemmel, és mi mindenbe segítünk, hogy ide kerülhessen. Mindig felmerül a kérdés, hogyha megvan a diploma, akkor azzal mit lehet tenni a munkaerőpiacon? A mechatronikai mérnökök, gépészmérnökök egyértelműen el tudnak helyezkedni különböző iparvállalatoknál. Zalaegerszegen ismerve, hogy milyen bővítések mennek a városba, a régióba, szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen diplomával ne lehessen helyezkedni. Milyen típusú gyakorlati képzésben részesülnek itt a hallgatók a műszaki képzés során? A műszaki képzés alapvetően eszközigényes oktatást jelent. A mechatronikai mérnökin és a gépészmérnöki szakunkon is nagyon sok laborgyakorlatunk van. A hallgatók szakmai gyakorlati képzést kell, hogy teljesítsenek. Ugye egy 4 vagy 6 hetes képzésről van szó, amit egy szakmai képzőhelyen, egy egyetemmel szerződésben álló szakmai képzőhelyen teljesítenek. Van egy önálló labor nevű tárgyunk, ahol valamilyen projektfeladatot oldanak meg a mechatronikai mérnökök és a gépészmérnökök is. Ezt a feladatot önállóan választják meg, valamilyen céggel együttműködve, hogyha erre lehetőségük van, de az intézetben is adunk nekik valamilyen feladatot, hogyha szeretnének. Aztán ezen kívül ugye a tesztmérnök képzésünk alapvetően projekt alapú oktatás keretében zajlik. Itt a hallgatók nem tanórákra járnak, hanem projektfeladatokat kapnak az első héttől kezdve. A hallgatóknak valamilyen ipari problémát kell megoldaniuk a későbbiek során, és itt erre már az egyetemen is felkészítjük őket. A hallgatók a 7 féléves képzés során egy szakdolgozatot teljesítenek, ezzel koronázzák meg a képzésüket. Ez mindenképpen valamilyen ipari partnerünknél zajlik ez a feladat. Egy éves feladatot teljesítenek ilyenkor, tehát egy eléggé átfogó és hosszú távú feladatról van szó, és itt szinte a műszaki területnek mindenféle területén kipróbálhatják magukat. A következő tanévben többletpontokat kaphatnak az intézményben jelentkező hallgatók. Ez mit jelent pontosan? A 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás során az egyetemek saját hatáskörben többletpontokat adhatnak. A Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet és a Nyelvi és Felnőtt Képzési Iroda egy mikrovezérlő programozás kezdőknek elnevezési programot indított, egy 15 órás képzés keretén belül. Tehát betekintést nyernek egyrészt a műszaki pályába, megnézhetik azt, hogy hogyan működik a projekt alapú képzésünk, és megismerkedhetnek velünk. Nem mellesleg még többletpontot is kapnak, tehát amikor majd felvételiznek, akkor nagyobb eséllyel kerülnek be a képzéseinkre.